estét! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Stefania Gertrud vagyok, és szeretném, ha velem tartanának. Úti célunk Európa. Azt szeretném, ha ezt a képzeletbeli utazást nem bánnák meg, és ha elérkezik a valóságos utazás pillanata, akkor lépteiket már otthonosan igazítanák az egyre szélesülő európai országúton. Mint tudjuk, az Európai Unió a közép- és kelet-európai országokkal szándékozik bővülni. A már csatlakozott országokra sem kizárólag a gazdagság, és a csatlakozásra várókra sem csak is a szegénység jellemző. A kép ennél árnyaltabb. Nincs olyan hely a világon és Európában, ahol ne lennének fejlettségbeli különbségek az egyes országok között. Itt van például a legkedveltebb beruházási övezet, az európai banán. A banán görbülete London, Dél-Kelet-Anglia, Észak-Franciaország, Benelux államok, Nyugat- és Dél-Németország, Észak-Olaszország, Franciaország déli partja, a spanyolországi Katalónia. Itt jellemző a kitűnő infrastruktúra, a magasan képzett munkaerő, a fejlett távközlés. Az Európai Unió regionális politikája az 1987. évi egységes európai okmánnyal bekerült a közös politikák közé. Döntést hoztak, hogy ezentúl jobban koordinálják az alapok működését és átfogó programokat támogatnak. Igen fontos, hogy ma már az Európai Unióban nem az országok, hanem a régiók a támogatások első számú egységei. Az Európai Unió regionális politikájának célja, hogy csökkentse a régiók közötti egyenlőtlenségeket és erősítse a gazdasági és szociális kohéziót. Ennek érdekében az elkövetkező 6 évben 213 milliárd eurót kívánnak költeni. Három fő cél tűztek maguk elé. Első célkitűzés, a legszegényebb régiók fejlesztése. Második célkitűzés az elmaradott területek gazdasági és szociális szerkezetváltásának támogatása, úgy mint a hagyományos ipari tevékenységek, textilipar, hajógyártás, vagy a halászat hanyatlásában érintett területek, melyek gazdasági változtatásra kényszerültek. Olyan mezőgazdasági területek, melyek szeretnének jobban alkalmazkodni a piaci lehetőségekhez, és a nehézségekkel küzdő városi területek. A harmadik célkitűzés a szakképzés, az elhelyezkedés, valamint az oktatási rendszerek és az oktatáspolitika alkalmazásának és korszerűsítésének támogatása minden régióban, különös tekintettel a munkanélküliség és a továbbképzésből való kirekesztés elleni küzdelemre. Na. És most vegyük szemügyre tüzetesebben Magyarországot. Az 1996-os területfejlesztési törvény és az 1997-es új településfejlesztési koncepció óta a vizsgálódás szempontjainak alapja Magyarország 7 régiója, 19 megyéje, 150 kistérsége és 3200 települése. És most egy kis megkerülhetetlen angol lecke. GDP, azaz Gross Domestic Product, szó szerint bruttó belföldi termék. Végezzük el az egyfőre jutó nemzeti jövedelem vizsgálatát az Európai Unió átlagában és Magyarországon. Valamint nézzük meg a GDP-t az Európai Unió átlagában és a magyarországi régiókban.